Én nagyon-nagyon régóta szerettem volna babát, és mindig tudtam, hogy otthon szeretnék szülni. Úgyhogy ez bennem így nem volt kérdés, és amikor várandós lettem, akkor nyilván nagy volt az öröm, és hívtam rögtön az orvost, hogy akkor most mi van, a házi orvost, és mondták, hogy semmi. Az első 3 hónapban nem foglalkoznak Dániában a várandósokkal. Igazából addig, amíg nincsen probléma, vagy hogyha valaki nem akar egy abortuszt. És hát én rögtön szóltam is a házi orvosnak, hogy én majd otthon szeretnék szülni. Mondta, hogy jó, majd 12. héten van a genetikai ultrahang, és majd akkor megyek először a kórházba. És akkor ez így is volt. Dániában egyébként szülésznő irányította a szülést, az orvossal nem találkozunk gyakorlatilag, és ez nekem nagyon szimpatikus volt, és másképp van az otthon szülésrendszer, mint Magyarországon. Vagy amikor bevész a kórházba, akkor lehet választani 3 opció közül, hogy vagy egy ilyen kórházi szobában akarsz szülni, vagy mindenhol vannak ilyen gyönyörű, szép ilyen vajúdók, ahol fények, zenék, mindenhol van kád, és ilyen nagyon szép szobák vannak, és akkor lehet választani azt, de az is a kórházon belül van, vagy pedig otthon szülést, és a kórháznak vannak otthon szülésre képzett szülésznői, és akkor ők tudják, ugye, hogy lesz egy otthon szülős anyuka, és akkor küldik azt, aki éppen ugye elérhető. Úgyhogy ez nekem nagyon szimpatikus volt, és nagyon hamar elkezdtem keresni dúlát, mert én tudtam, hogy mindenképpen szeretnék egy dúlát. Úgyhogy interjúztattam dúlákat, és kiválasztottam egy nagyon, nagyon vagány csajszit, aki szintén várandós volt, ő 2 hónappal utánam szült. Ő szabadon szülő, mert volt egy rossz tapasztalata már Dániában otthon szüléssel, és nem akarta még egyszer, úgyhogy ő már úgy döntött, hogy akkor ő egyedül szül. Ő elkezdte nekünk mondani, hogy a szülésznők azok igazából így, vagy így az egész rendszer az, hogy szabotálja sokszor a szüléseket. És hát így nem annyira hittük el, mert így voltunk vele, hogy csak ez egy hippi, aki nagyon extrém módon látja a rendszer, de hogy mi szépen föl vagyunk készülve, úgyhogy nem fog nekünk ilyesmi történni. És akkor ezen kívül, rajta kívül pedig kaptunk egy szülésznőt, akivel 5-ször kellett, vagy hát 5-ször lehetett találkozni, ugye itt minden ilyen találkozót vissza lehet utasítani, ebben nincs probléma. De hogy 5-ször találkozhatunk, de pont egy olyan szülésznőt kaptunk, aki ilyen otthon szülésre is képzett volt, nagyon szimpatikus, nagyon pozitív, mosolygós szülésznő volt. És akkor a 20. héten volt még egy ultrahang, és Dániában nincs is más. Csak hogyha valami látnak a 20. heti ultrahangon, akkor kérnek még egyet később, de nekem nem volt ilyen, úgyhogy nekünk nem is volt a 20. héttől, egyáltalán nem zavartak, és így az életem legjobb időszaka volt, én annyira boldog voltam, így az egész a kapcsolatunk a férjemmel nagyon-nagyon jó volt, így teljes oxitocin felhőben éltünk, gyönyörűnek éreztem magam, és így nagyon-nagyon jó időszak volt. És így egyre magabiztosabb lettem, tehát hogy így mindent éreztem a testemmel kapcsolatban, mindent tudtam a babáról, magamról, így iszonyatosan jó volt. És akkor én közben ugye készültem a szülésre, hallgattam mindenféle podcastokat, meg könyveket olvastam, meg ugye dúlámmal sokat beszélgettem, úgyhogy így egyre jobban ugye vártam, hogy jöjjön a nap. És akkor kezdődtek ugye a fekete leves, akkor jött a fekete leves, amikor betölt 41 plusz 3. napon. Akkor volt be kellett menni a kórházba. Nem csinálnak ilyeneket, hogy ilyen be kell járni CTG-re, meg ilyenek, mint ami Magyarországon van, hanem csak ez az 41 plusz 3. napi vizsgálat van, és akkor bementünk, ugye ott is tök vidáman, mert hogy minden milyen jó. És akkor kitalálták, hogy nekem preeklampsziám van.
Ez így valahogy így jött nekik, hogy preeklampszia. És akkor hát teljesen kétségbe estem, de hát itt mondtam a párnak, hogy nekem nincsen preeklampszia, nekem semmi bajom nincsen. De hogy ők ott elkezdtek ezzel ijeszgetni, meg akkor elküldtek egy hüvei vizsgálatra, de hát még oda is úgy mentünk, hogy hát jó, hát vizsgáljanak, és akkor mi lesz? És akkor azt mondták, hogy még nincsen felpuhulva, meg nem vagyok még kitágulva egyáltalán, és hogy ebből még 3 hétig nem lesz szülés. És akkor, hogy ők akkor ugye be akarják indítani, akkor beadják nekem ezt a gyógyszert, azt nem menjek haza, de hogy akkor ugye már nem lehet otthon szülni, hogy mi jöjjük vissza. És akkor meg kellett várni még ennek a preeklampsziás történetnek az eredményét, mert hogy ott akkor meg, nem tudom, vért vettek, azt hiszem, és akkor még ott vizsgáltak. És akkor persze mondták, hogy nincsen preeklampsziám, surprise, surprise. És de akkor elkezdték nyomni ezt, hogy hát már 41 plusz 3, most már a méh lepény az már, most már mindjárt meg fog állni, és már nem fog működni, és akkor veszélyeztetem a gyereket. Tehát, hogy ugyanazt, igen, ez nagyon nagy meglepetés volt, hiába mondta a dúlám, hogy ezt csinálhatja. Tehát ő konkrétan elmondta, hogy mi fog történni, hogyha idézőjelesen túlhordom a gyereket, ami szerintem olyan hülyeség, mert hogy szerintem ilyen nincsen. Van egy 40. hét, amit 100 éve kitalált egy férfi, hogy ez így van, hogy minden nő a 28 napos a ciklus a 14. napon ovulál, és akkor 40 hétig terhes. De hogy mondta, hogy ugye ez fog történni, de nem hittük el, hogy mégiscsak Dánia, nem Írország, vagy Magyarország, a párom ír. És akkor hazamentünk, és akkor volt egy ilyen nagyon nehéz beszélgetésünk a férjemmel, hogy akkor most mi legyen. És végül is mind a ketten úgy éreztük, hogy nekünk nagyobb kockázat lenne az, hogyha beindítanák, és hogy mi szívesebben vállaljuk azt a kockázatot, azt, amit minimális kockázatnak láttunk, hogyha nem indítják be. És úgy voltunk vele, hogy inkább, ha valami szörnyűség történik, hogyha ez a baba úgy dönt, hogy nem akar velünk maradni, akkor mi vállaljuk a felelősséget, hogy otthon vagyunk, és ez történik, mint hogy gyakorlatilag a biztos traumának tegyük ki magunkat, hogyha bemegyünk a kórházba. És hát ez végig zokogtuk azt az estét, de amúgy így nagyon jó érzés volt ezt így eldönteni. És vannak, akik azt mondanák, hogy ez felelőtlenség, de hogy én úgy éreztem, hogy ez az ilyen radikális felelősségvállalás, hogy csak mi felelünk ezért a babáért, és ha valami rossz történik, akkor azt senkire nem tudjuk rákenni, hogy ez miattuk van. És akkor másnap a férjem nem ment dolgozni, hanem otthon maradt velem. Vettünk egy ilyen fitness labdát, meg elkezdtem nagyon kapcsolódni a babához, beszélgettem vele, hogy én készen vagyok, hogyha gondolja, akkor induljon, hallgattam ilyen meditációkat, de hát az volt a fejemben, hogy hát én még 3 hétig nem fogok szülni, nem, hogy ez itt teljesen ott maradt. És akkor csak főzőcskéztünk, akkor jöttek az összehúzódások, ültem a labdán, ez tök jól segített. Ja, és mi béreltünk medencét. És azt már a terminus előtt 4 héttel megkaptuk, úgyhogy mi rengeteget ültünk a medencében, és masszázs, meg filmezés, meg nem volt kádunk otthon, úgyhogy ez nekünk nagyon jó élmény volt. És akkor párra fölkelt 5-kor, hogy akkor ő elmegy dolgozni, és mondtam neki, hogy én nem nagyon tudtam aludni, úgyhogy akkor fölülök. Hát ha akkor így félig ülő pozícióban már tudok aludni, és ahogy felültem, így beindultak a fájások. És én akkor még mindig azt mondtam neki, hogy ez még nem a szülés. De hogy töltse meg a medencét, mert hogy az jót tesz majd. És akkor megérkezett a dúlám nagyon hamar, én ott még a labdán nyújtottam, beültem a medencébe, ez ilyen, hát ilyen 6 körül volt, és február volt, úgyhogy még sötét volt, és gyönyörű volt minden, mert ilyen nagyon szép színes függönyeink vannak, és ilyen gyönyörűek voltak a fények, ahogy így lassan kelt fel a nap. Összeállítottam egy szüléshez zenelistát, és akkor az ment, és ilyen iszonyatosan szép volt, és amúgy
Hát úgy volt, hogy azt beszéltük a kórházzal, hogy amikor ilyen 5 perces fájások vannak, akkor kell hívni a szülésznőket. És bennem felmerült, hogy ne hívjuk fel őket egyáltalán. Meg, mint később kiderült, a férjemben is felmerült, hogy ne hívjuk őket fel. Csak ezt nem kommunikáltuk, úgyhogy így nem beszéltük meg, és aztán én mondtam neki, hogy hívja őket, mert azért volt bennem valamennyi félelem. És kijött két szülésznő, ja, mert amúgy két szülésznőt küldtek, mert amúgy csak egynek kellett volna lennie, de én nem akartam hüvei vizsgálatokat. Mert így érdekes volt, hogy mindenki azt mondja, hogy ők nem tudják elképzelni, hogy milyen a szülés, és hogy én tudtam, hogy nekem milyen lesz a szülés, hogy milyen érzés lesz. Tudtam, hogy mire lesz szükségem, és mire nem lesz szükségem, és én tudtam azt, hogy ha én a medencébe vagyok, és nekem hüvei vizsgálatokra kiszállítgatnak a medencéből, ezt nem fogom elviselni. Vagy hogyha én nem akartam, hogy beszéljenek hozzám, én úgy volt írtunk egy szülési tervet, amiről most már azt gondolom, hogy nem kéne szülési tervet írni. Na mindegy, ez minden le volt írva benne, és akkor megjött ez a két szülésznő, és ilyen gyönyörű volt az egyik szülésznő, és így amikor megláttam, és így ragyogott az arc, és én mondom, Úristen, milyen gyönyörű szülés lesz ez az egész. És aztán, mint kiderült, shift váltás van, amiről mi nem tudtunk, hogyha a kórházból jön a szülésznő, akkor az nem marad velünk végig, hanem amikor lejár a shift, akkor jön valaki más. És ez ilyen nagy meglepetés volt, hogy ők ott ilyen 9 körül elmentek, és jött helyettük két másik szülésznő. Na és az egyik szülésznővel voltak a problémák, aki egyáltalán nem tartott be semmit a szüléstervből, bejött, így becsattogott a konyhájban, nem is köszönt, kipakolta az asztalra az ilyen injekciót, meg kést, meg ollót, meg nem tudom mit. Én ugye ilyen módosult tudatállapotban, hogy meglátom, ez a teljes félelem, hogy ez micsoda, ez nem olvasta a szüléstervünket. Na és onnan gyakorlatilag minden megállt. Folyamatosan jöttek, hogy ő hüvei vizsgálatot akar csinálni, folyamatosan dumált hozzám, egyszer már így le is süssögtem, így azt akar, akartam kiadni, úgy, hogy fogja be a száját. Hát akkor így nagyon lelassult minden. Én úgy éreztem, hogy ez teljesen normális. Tehát, hogy én ott tudtam pihenni, nekem még nem volt ezzel semmi problémám, de hogy ő meg nagyon-nagyon nyomta ezt, hogy ez így nem jó, ez az otthonszülés, ez nem működik, de úgy, hogy már 1 órát volt ott, és ő már transferálni akart engem. Tehát, hogy ő ezzel jött be, és semmi más megoldása nem volt a helyzetre. Nem ajánlotta fel azt, hogy jöjjek ki a kádból, hogy megmasszíroznak, hogy valamit, semmit nem akart megpróbálni. Bejött, és 1 óra után már azt mondta, ez nem működik, transfer. És hát én harcoltam vele egy ilyen 6 órát onnan, hogy én nem akarok transfert. Meg a párom is. És egyébként, ugye ahogy bejött, éreztem, hogy én nem akarom őt ott. El kellett volna küldeni, de hogy ez így nem volt a fejünkben, hogy el lehet küldeni. És egyszer mondjuk a párom mondta nekik, hogy menjenek át a másik szobába, mert ilyen pici lakásunk volt, és minden helyet elfoglaltak. És akkor hát nekem nagyon hamar jöttek tolófájások, ami nem tolófájás volt, de olyan érzet volt. És akkor néhány óra után mondta a szülésztő, az egyetlen ilyen jó megszólalása, hogy mondta, hogy valószínűleg el van fordulva a baba feje, és hogy a rektumomat nyomja, és hogy azért érzem ezeket a tolófájásokat, de ő teljesen bestresszelt azon, hogy itt a gyerek stresszbe lesz. És akkor ha mindenképpen hallgatni akarta a szívhangot. És akkor megengedtem neki, és akkor mondta, hogy hát, hogy ez magas az a szívhang. De nem mondta meg, hogy mennyi volt, viszont a dúlám rálátott a gépre, és ő suttogta nekem, hogy nem magas a szívhang. És akkor elérkeztem az átmeneti szakba, amit nem tudtam, hogy átmeneti szak. Mert nem ismertem föl, de a szülésznő sem ismerte föl. Ja, amúgy a másik szülésznő az végig ült a kanapén és kötögetett. Szóval, hogy ő így teljesen jól el volt, ő így nem pánikolt, vagyis semmi, csak ez a fiatal csaj volt teljesen ki. És na hát az már nagyon rossz volt. Az nagyon-nagyon fájt, és így azt éreztem, hogy már nem tudtam egyáltalán befele koncentrálni. Hogy addig, amíg ugye tudtam magamra figyelni, addig igazából nem voltak problémáim a hullámokkal, vagy a fájdalmakkal.
Nem sok mindenre emlékszem, de aztán már nagyon-nagyon fájt, és akkor én már mondtam, hogy jó, akkor már föladtam ezt a harcot, ezt, hogy állandóan nemet mondani neki, nemet mondani a hüvelyi vizsgálatra, nemet mondani a transferre, nemet mondani arra, hogy a szívhangot hallgassa. És abban nagyon elfáradtam, és amúgy én nem nagyon ettem, próbáltak nekem adni a dúlám meg a férjem. És akkor mondtam nekik, hogy jó, akkor bemegyünk a kórházba, és akkor császármetszés. És mert így kérdeztem tőlük, hogy jó, most bemegyünk a kórházba, és akkor ott mi lesz más amúgy? Tehát, hogy így miért akarják, hogy bemegyünk a kórházba? És így nem nagyon tudtak erre válaszolni, hogy ott mi lesz más. De akkor csinált megint, kijöttem a medencéből, lefektetett, és akkor csinált megint egy hüvelyi vizsgálatot, és akkor mondta, hogy hát, hogy még csak 7 centire vagyok kitágulva, ugye ez a nagyon jó mondata, még csak. És hogy még sehol nincs a baba. És hogy akkor megint csinált egy szívhangvizsgálatot, és hogy akkor azt mondta, hogy megint hogy magas, és stresszben van a gyereknek, és akkor a párom, ő ott nagyon megijedt. És akkor emiatt igazából a dúlám előzetesen mondta, hogy ha ők be akarnak engem vinni a kórházba, akkor ő nem akar velünk jönni. Mert hogy ő is várandós volt, és ő nem akarta ennek kitenni magát, ennek a stressznek. Úgyhogy ebben így meg is egyeztünk, és akkor ott megkérdeztem tőle, hogy akkor most, hogyha bevitetnek, akkor ő jön-e velünk. És azt mondta, hogy fuck yeah. Úgyhogy nagyon, nagyon aranyos volt, de azt is hiszem, hogy ha azt mondtam, hogy nem jön velünk, akkor nem biztos, hogy bemegyek. Egyébként az is nagyon zavaró volt, hogy kihívták a mentőket, és utána végig dánul beszéltek, és többször rájuk kellett szólnom, hogy mi nem beszélünk dánul. És akkor megjött a mentő, és ezt később tudtam meg, hogy a dúlámnak ott kulcs szerepe volt, mert hogy nem akarták, hogy a férjem velem jöjjön a mentőben, hanem azt akarták, hogy a dúlámmal menjen a kocsiba, és akkor a dúlám, de ezt dánul beszélték. És akkor a dúlám rájuk szólt, hogy nem, apuka az megy. És akkor ő vitte az egyik szülészet, és akkor bementünk. És akkor rám nyomták, én nem akartam ugye semmi ilyen fájdalomcsillapítót, és rám nyomták ezt a gázt, nevetőgázt. És én nem akartam, és én vettem le, és akkor rám szóltak, hogy a kontrakció közben, mert én kontrakció közben ordítani akartam, és hogy mindig levető, és mondták, hogy tartsam fel, és az nagyon-nagyon rossz volt, meg teljesen elkábultam tőle. És én meg ott akartam lenni. Tehát én érezni akartam mindent. És akkor bevittek ebbe a szobába, és csináltak egy ultrahangvizsgálatot, megállapították, hogy hát igen, a baba feje el van fordulva, oké, köszönjük. És hogy akkor ők most adnak nekem egy epidurált, és akkor pihenhetek. És én már ott hiába voltam ilyen teljes más tudatállapotban, én már akkor azt éreztem, hogy basszátok meg, amikor otthon voltam, és a testem megengedte nekem azt, hogy pihenjek, mert hogy így, mit tudom én, 8 percesre tágultak a fájásaim, az nektek nem volt jó, az ugye failure to progress, de hogyha beadnak egy epidurált, akkor majd pihenhetek. És ott voltak, vagy 6-an bejöttek, nem tudom, kik voltak azok, nagyon sokan jöttek be, és akkor a párom mondta, hogy akkor most mindenki menjen ki. És akkor még a dúlám odaszólt, ja, mert azt mondták, hogy az epidurál, és akkor pihennek, és akkor majd utána megvizsgálnak megint, hogy kitágultam-e. És akkor a dúlám mondta, hogy nem lehetne most megvizsgálni. És akkor megvizsgáltak, és 9 centi, és jön a baba! Konkrétan ez volt. És onnan, hogy beértünk a kórházba, 20 perc alatt kint volt a lányom. Tehát semmi szükség nem volt rá, és így kilőtt egyébként, olyanok voltak, az igazi tolófájások azok teljesen mások voltak, mint amit előtte éreztem, mert hogy így nekem összefolyt az egész. Hogy így azt éreztem, hogy úristen, jön ez az inger, és tolnom kell, és venném a levegőt, de még mindig tolnom kell. És azt hiszem, hogy ilyen 3 tolásra kijött. De az nagyon aranyos volt, nagyon szép volt, hogy a férjem kapta el, és rátette rögtön a hasamra, és akkor ugye megvolt az, hogy fölmászott, rögtön rácsatlakozott. De van egy videó, én ott nagyon, nagyon sírok. És éreztem azt, hogy ez a megkönnyebbülés érzés, de hogy nem az a fajta megkönnyebbülés érzés, ez a kész, és megszületik, és
vége a fájdalmasnak megkönnyebbülés, hanem az a megkönnyebbülés, hogy semmi rosszabb nem történt velünk. És a dúlám csinálta a videót, mikor beszélek a babához, és így ránézek. És szerintem ő pontosan tudta, hogy én miért sírok, és hogy bennem mi van. És annyira nekünk benne volt a szülés tervünkben az, hogy mi nem akartunk törölközőt, nem akartuk, hogy így bármit hozzáérjenek a babához, meg ugye úgy lett volna, hogy a férjem van csak ott, de ott van a szülésznőnek a kesztyűs keze, és hogy nekem ezeket annyira rossz visszanézni, ezeket a videókat, hogy ott vagyunk a kórházban, és videózza a dúlám ezt az egyébként gyönyörű pillanatot, és oda jön egy szülésznő, egy ilyen hatalmas fehér törölközővel, hogy akkor ő ezt rárakja a gyerekre, de úgy, hogy egyébként ott van egy ilyen melegítő lámpa fölülről. Ott vagyok én, és ott van a melegítő lámpa, de akkor neki még törölközőt kell rá. Tudom, hogy ez ilyen apróságnak hangzik, de hogy ez nekem annyira, annyira rossz volt. És így az volt az, hogy mindenre föl voltunk készülve. Volt egy tök jó dúlám, rengeteget tanultam az egészről, tudatosak voltunk, volt szüléstervünk, és akkor mégis megtörténhetett velünk ez. És úgy, hogy tudom, hogy semmi probléma nem volt. Tökéletesen egészséges baba volt, én tökéletesen egészséges voltam. Rendesen zajló szülés, egy variációval, és mégis ugyanoda jutottunk, hogy szabotálták a szülésemet. Egy dán rendszerben, ami egyébként az egész várandós gondozásban ilyen csoda volt. Bemaradtunk utána egy napot a kórházban, mert már nagyon késő volt, és nagyon lassan csináltak ott mindent. És akkor átvittek egy szobába, hoztak a férjemnek egy ágyat. Egyébként Dániában egyáltalán nem viszik el a babákat. Ez, amit Magyarországon csinálnak. Olyan, hogy az én szemem elől a gyereket elvijék, ilyen nincs. És akkor másnap mentünk ugye haza. És ott már nem emlékszem. Nekem az első néhány nap az teljesen kiesett. A dúlám jött látogatni valamelyik nap, és akkor megbeszéltük a szülést. És én ott már mondtam neki, hogy ez nagyon nem volt oké, ami ott történt, és ő annyira örült. Azt mondta, hogy annyira jó, hogy ezt én így érzem, hogy én ezt tudom, hogy ez nem volt oké. Mert hogy olyan sok nő van abban, hogy hát igen, ez így volt, nekik igazuk volt, akármi, és hogy így akár évekkel később jönnek rá arra, hogy valami nagyon nem volt oké. Úgyhogy ő mondta, hogy nekem ez így egy a gyógyulás útjára tudok ezzel lépni. És amúgy később is beszélgettünk arról, hogy nekem ez vajon miért volt ennyire traumatizáló, amikor nem történt úgymond semmi szörnyűség. De hogy nekem ugye, azt ő mondta, hogy nekem, én meghúztam az én határaimat. És azt ők átlépték, folyamatosan átlépték. És hogy emiatt, és igazából mindegy, hogy hol van az a határ, hogyha te megmondod, hogy te mit nem akarsz. Úgyhogy így ez volt. Egyébként még januárban jött egy orvos barátom látogatni minket, aki anesteziológus, és ő nagyon nem értett egyet ezzel az otthon szüléssel, de nem igazán mondta, csak ő mondta, hogy ő félne, hogy valami van, meg hogy a szüléseknél nagyon sokszor kell ugye gyorsan beavatkozni, meg... De hát ő ugye a vészhelyzeteket látja anesteziológusként, mert egyébként ott az otthon szüléses szülésznőnk, ő mindig mondta, hogy mindig van idő. Mindig van idő, ezt, hogyha valami probléma van, felismerik az otthon szülésben, és akkor mindig van egy olyan fél óra legalább. És hogyha pedig olyan helyzet van, ami úgymond tényleg akut vészhelyzet, akkor a szülésznő az otthon szülésnél ugyanazt csinálja, mint amit a kórházban csinálna. Tehát, hogy egy vállelakadásnál nem tudnak más csinálni, nem kell a kórház hozzá. De hogy amikor ezzel az orvosbarátommal beszélgettem, akkor jöttem rá, hogy azok, akik kórházban dolgoznak, és csak kórházi szüléseket láttak, ők még nem láttak fiziológiai, élettani szülést.
És hogy ez nekem végül is elég megdöbbentő volt, hogy lehet, hogy valaki ott volt 10 000 gyerek születésénél, de hogy hogy zajlik, milyen variációi vannak egy normál, idézősen normál, tehát egy élettani szülésnek, azt nem tudja.